a legelején ugye még amikor megtudtam a szűkített keretet, akkor ugye nagyon nagy volt a boldogság, de volt bennem egy olyan érzés is, hogy igen, itt most bizonyítani kell. Bizonyítani kell a csapattársaknak, hogy igenis helyen van a szűk keretbe és a csapatba, illetve az edzői stábnak is. De ezt a meccset hogyan élted meg? Ugye ott meg nem kaptad meg a lehetőséget, de azért ott voltál. Hatalmas teher volt mindenkin, de úgy gondolom, hogy mindenkinek eredménytől függetlenül, tehát mindenki át tudta ezt a terhet alakítani egy pozitív motivációvá, hogy igenis megmutatjuk mindenkinek, hogy jobbak vagyunk. Sajnos mondom, eredménytől függetlenül ez az eredménye nem látszott, de természetesen mindenki nagyon akart. Az északír elleni meccs olyan szempontból más volt, hogy mivel tudom, hogy hatalmas tétjei voltak, illetve lesznek a még soron következő mérkőzéseknek, ezért egy kicsit az ember fél, hogy igen, most megint bizonyítani kell, de hát ez hozzátartozik a futballhoz, illetve az élet minden egyes területén így van, úgy gondolom. Tehát ebből a szempontból, mivel a románok ellen már kicsit kaptam abból a hangulatból, abból a nyomásból, amire számíthattam az Észak-Írország ellen is, ezért az északír ellen, amikor be kellett állnom, akkor már abszolút fejben is letisztáztam a dolgokat, tehát abszolút sallagmentesen tudtam beszállni, valamint tényleg rendben voltak az ezzel kapcsolatos dolgok a fejembe, és higgadtan tudtam beszállni. Nagyon sok pozitív, hál' Istennek, és köszönöm, pozitív visszajelzést kaptam, illetve tehát a csapattársaktól, edzői stábtól is. De volt egy a párharc mutatóm, illetve pályán belül is láttam, hogy sokszor még előfordul olyan, hogy túl futom magam, és emiatt ennek mellettem a középpályát, tehát mindenféleképpen ezen javítani kell, hogy igenis kicsit megtestesedni, meg emberesedni. Zárásként az északírek elleni mezed, annak mi lesz a sorsa, hol lesz? Ugye a románok ellen is megvan még, a románok ellen, illetve ahogy mondtad, az északírek ellen is. Az igazság, nagyon nagy a család, nekem 5 testvérem van, úgyhogy emiatt lehet, hogy még egyelőre az összes családban marad. Mondd azt, hogy felelés. Felelés. Mondd azt, hogy bombagol. Bombagol.